Üdvözlök mindenkit! Kovasz vagyok. Ebben az adásban akarok egy nagyon kezdő játékossal végigmenni azokon a lépéseken, amik sikeresen megalapozhatják a izgalmas és élvezetes jövőbeni játékokat, mind játék alapok, mind beállítások. Ilyenek terén. Ezt úgy kell elképzelni, hogy menüből indulva, lépésről lépésre átmegyünk a lényeges dolgokon. És remélhetőleg mind az alanynak hasznos lesz, és mind pedig azoknak, akik utólagosan fogják visszanézni ezt a videót. Úgyhogy én most felhívom emberünket, illetve egy asszisztensét, vagy hát nem asszisztensét, de szóval az összekötő embert, ő esetleg keresztkérdéseket tehet fel, hogy esetleg egy külső szemszögből lehet, hogy ő többet lát. Úgyhogy... Szép jó estét! Jó estét! Jó estét kívánok! Ajaj! Nagyon izgatottan várom itt a zerg játékot. Nem ártana felvennem friendbe egyébként, arra gondoltam. Hát, nem ismerem a Skype-ot, ezt tegyétek meg. Nem Skype, nem, ez SC2. Szerintem fönt van a Joe bácsi, nem? Neked. Biztos, hogy fönn van. Ja, hogy úgy, ja, igen, mert a tiédet, és te meg a... Igen, jó, igen, fú, én meg a Dani. Láncreakció, jó. Én vagyok a Dani. Igen, világos. Hello, hello, hello. Ja. Dániel, menjünk be a menübe. Kezdjük olyanokkal, amik megkönnyítik a játékot elsősorban. Egyébként mennyit játszottál már ezzel? Sem ennyit? Vagy csak... Hát régen az egyen nagyon sokat játszottam, a kettővel már egy párat, egy 5-6-7 meccset. Jó, hát az jó. Az jó kevés. Igen. A grafikát kihagyjuk értelemszerűen, mert az annyira nem, meg a hang is, az teljesen preferencia. Persze. A Controls-nál kezdjük, az a negyedik fül. Az lenne a legjobb, hogyha kiszednéd a pipát a Enable Mouse Sensitivity. Igen. És akkor elvileg ki van szürkítve a csúszka fölötti szöveg. Igen. Ezáltal azt az érzékenységet használja, amit a Windows-ban is használsz, tehát megszokottabb lesz az egér mozgása, úgyhogy nem kell külön ilyen SC2-es környezetben átszoknod egy másik mozgásra. Mouse Wheel Zoom az lényegtelen, igazából Reduce Mouse Lag, nekem nincs kipipálva, nem tudom, hogy használ-e. Nekem sincs. A Confine Mouse Cursor azt tudom ajánlani, mert néha átugorhat esetleg. Nem tudom, hány, hogyha két monitorod van, akkor probléma ez, ha egy, akkor teljesen hány mindegy. Van. Jó. Enable Mouse Scroll az szerintem elég fontos lesz majd kicsit később, hogyha haladsz a tanulási folyamatba, de egyelőre azért. Nekem úgy van, hogy fent gyors, tehát ilyen 80% körül, mondjuk a billentyűzetet nem használom, úgyhogy az a szám lényegtelen, de az 20%. És ami még fontos szerintem, az a drag scroll, azt nagyon sokat használom. Azt tudom ajánlani, hogy az egér egyik gombjára állítsd majd rá, majd arra is kitérünk a gombokra. De szóval nekem 70%-on van, mert az olyan gyors, hogy tudom, nagyon gyorsan. Igen, Dániel lelépett, ha jól látom, de te még itt vagy, ugye? Én itt vagyok. Jó, jó, jó. Tehát az olyan gyors, hogy... Igen, igen. Itt vagyok, csak valami volt. Bocsi. Ja. Hogy az olyan gyors, hogy tudsz gyorsan is nézelődni, viszont pontosan is be tudsz állítani kamerákat majd arra is később. És akkor invert az nem kell, szerencsés esetben. És smart camera pan az nem igazán... Jelen, nincs jelentősége, úgyhogy az mindegy, hogy van kapcsolva. Gameplay az nagyon fontos, úgyhogy most arra áttérünk, az az ötödik fül. A dobozokat, hogyha így lefele nézzük a bal oldalit, akkor ne legyen pipa, utána kell pipa, a show game time-e. Igen. Utána megint kell. Az utána, is kell a display, igen. Igen. Utána nem kell. Igen. Kell. Kell. Igen. Kell. Jó.
Utána jobb oldalon nem kell, az elsőnél. Display Team Colored Life Bar. Utána kell. Nem kell. Kell. Nem kell. Nem kell. És kell. Oké. Okay. Utána... Oké. Okay. Az nekem selected-re van állítva. Jó. Oké. Oké. És ami itt fontos, a... Hát... Kezdjük először a globállal. Az alulról az utolsó előtti fül. Itt kell megadni például a kamera húzogatást, amit mondtam, hogy egérre hasznos lenne rátenni. Uh-huh. Az, hogyha bemész a globál per kamera. Igen. És... Ott lesz, hogy drag scroll, egy kicsit, hogyha legörgetsz. Vagy ha görgetés nélkül, ugye az alsó egyharmadnál. Aha, megvan, nekem a középső egér gombra van. Jó, hát ami kényelmes. Mondjuk azt nem tudom ajánlani, mert a középsőt a középső ujjaddal használod, és az viszont a jobb gombra van. Nem, a bal klikkel használom. Vagy bal, na mi az? Mutató ujja. Hát de akkor meg a bal, érted, a bal gombról veszed el az ujjadat, úgyhogy azért meggondolandó. De mindegy. És akkor a location-okat lesz olyan, hogy create location, hogyha kicsit lejjebb görget. Aha, megvan. Ott, ami kényelmes, nekem Shift F1 van az egyes helyre, és a kettesre F2, 3-asra F3. Mm-hmm. Ezt azért tudom ajánlani, mert hogyha majd hozzászoksz kézzel, akkor könnyen lehet rá... Tehát alapból, ami a játékban van, az nem így van, az valami Control, és a... Ctrl-F5, F6, F8. Igen, és hogy odaugorjál arra a helyre, az meg azt hiszem Shift, ugye? Shift plusz F1. Aha, Control plusz Shift. Ja, Control plusz Shift. Na hát, szóval nem, az nagyon béna. Az annyi, hogy ha helyre akarsz ugrani, akkor egyből kell, hogy történjen. Ezért nekem F1-től van az egyes hely. Az ugrásra, sima F1. Ez alacsonyabb ligákban valószínűleg nem fog kelleni, viszont ha már most hozzászoksz, akkor az nagyon hasznos. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogy a hely csinálása az Shift plusz F, és szám, és arra az ugrás, az pedig csak az F gomb. Aha, jó. Úgyhogy szerintem 4-ig most ezt programozd is át. F. Az lesz. 1-től F4-ig. Jó. Ha minden igaz, akkor közben kiírta, hogy kiszedtél pár parancsot. Igen, azt hiszem, ja, hármat. Ja. Azzal nem kell foglalkozni, anélkül is lehet játszani, de ami fontos nekünk, az a tétlen dolgozó, az az F1 volt, úgyhogy majd arra visszatérünk. Mindegy, a kamerát azt csukjuk össze. És akkor kettővel alatta van egy olyan, hogy Control Groups, azt nyisd ki. Megvan. És akkor ott a Create Control Group, az Control és szám. Azt gondolom. Shift. Ja, nem, Control, igen. Control és szám. És a 10-es az ugye neked is nulla, a 9-es után. Így van. Ja. Akkor a váltás az csak szám, és igen. A hozzáadás az shift. Jó, akkor itt semmi nincs. Ja, ez a szokásos. Menünél nincsen semmi, Observer, Replay. És akkor a Unit Managementnál van a piros, ha jól sejtem. Aha, idő workernél. Igen. Azt is egére tudom ajánlani, de nem tudom, hogy hány gombos az egered. Mindenesetre billentyűzeten, ha van egy kényelmes olyan gomb, ezt a tétlen dolgozót, ezt későbbi, tehát a játék későbbi szakaszában lehet nagyon gyakran is hatékonyan használni.
hogyha ugye Ctrl kattintasz egy egységre, egérrel, akkor kijelöli azt a félét, és éppen ezért, hogyha Ctrl és tétlen dolgozó gombot nyomsz, akkor viszont az összes tétlen dolgozót a kijelöli, attól függetlenül, hogy hol vannak. Tehát ez nagyon hasznos. Az viszont király. Ennek kell keresni helyet valahol, úgyhogy ezt most döntsd el, hogy hova teszed. Azt már egérre raktam. Jó. És akkor esetleg még ami lehet fontos, az a harmadik, a Jump to Last Alert. Azt gondolom Space. Aha, igen. Jó. Akkor most megyünk át, csoportok megvannak, akkor egyel följebb megyünk a zergegységekre, neked csak azt kell, ha jól tudom. Aha, igen. Én azt tudom ajánlani, hogy vagy most egyből először is mentsd el ezt a fiókot, amit most itt átállítgattál. Itt van egy olyan, hogy create profile, és akkor ami most be van állítva, abból csinál egy újat. Jó. És akkor azt nevezd el mondjuk valaminek, hogy megtaláld. Oké, megvan. És akkor most kell eldönteni, hogy van egy olyan kiosztás, billentyű kiosztás, hogy minden parancs, tehát ami jobb lent vannak parancsok, azok egy ilyen olyan rácsot követnek, hogy a billentyűket követik. Hogy mondjam, a bal fenti gomb, ami lesz, most hogyha zergnél vagy, akkor a középen van egy general, ugye? És akkor ott van egy move, stop, hold, position, patrol. Azt mondja, hogy rámegyek a zerg fűrre, igen, ami megvan. És bármelyik egységet, ha kijelölöd. Units és structures. Igen, de jobbra tőle a units-tól van egy olyan egy general. Hogyha rákattintok valamelyik igen. Izére, akkor van, igen. Na, az kell, rámész mondjuk egy dolgozóra, az a legegyszerűbb, mert annak minden gombja van. És aha, úgy kell elképzelni a rácsot, hogy a move command, ami most M, az Q lenne, a bal fentről indulva, mellette aha, jobbra a stop a W, utána hold position E, és így tovább. Tehát a szedés az neki A lenne, és visszavinni a nyersanyagot S. Most, hogyha rámész bármilyen egységre, mondjuk teszem azt, legyen mondjuk a, mit tudom én, melyiknek van képesség. Hát jó, mondjuk egy izére, overloadra, a harmadik sor, negyedik egysége, akkor annak szintén ugye Q-val irányítod, hogy menjen, de egyébként jobbkat, de mindegy. W-vel állítod meg, és a többi, és a képessége, hogy átalakuljon, az Z lenne. Most V betű, ugye most. Igen, igen, igen. És az, hogy creepet tegyen le, az viszont X. Ennek az az előnye, igen, igen, igen. Ennek az az előnye ennek a kiosztásnak, hogy nem sokat mozog a kezed, attól függetlenül, hogy mi van kijelölve és mit irányítasz. Viszont az a hátránya, hogy könnyen összekeverheted, mivel ugyanott adod a parancsokat, ezért, hogyha több dolog ki van jelölve, ami különféle, tehát egy csoportban, aha, akkor kicsit megzavarodhat, illetve, hogyha mondjuk rosszul jelölsz ki valamit, esetleg épületet, mert az épületekre is igaz lesz természetesen, tehát ha most rámész egy épületre, mondjuk menjél rá a főépületre, bal fent első, akkor a lárva kiválasztás az szintén Q lesz, és a Queen aha, az meg W. Tehát értem. Van ez a megoldás, vagy van az, amit én használtam, hogy nem ilyenek, nem ilyen rácsosan kiosztva, hanem megvan. Igen. Igen. Ja. Hát nekem igazából ez ami a nevük, az a kezdőbetűje, az most nekem így bejött, mert az így gyorsan tudom plöckölni vele a dolgokat. Igen, igen, igen.
Ja, és akkor így a többit. Jó. Ja, hát ez igen, eléggé. Jó, hát ezeket akkor majd átalakítom, programozom. Persze. Oké. Persze. Ja. Oké. Igen, felderítésnek. Bocsánat, egy pillanat. Jó. Jó.
Na, itten. Jó. Már nézem, pillanat, bocsánat. Csak pont ezért ilyenkor történnek az események. Ez mindig így van, csak. Látod. Új. Igen, letudod, persze. Ez nekem nagyon lassú lesz. Kicsi is lassú a játék, de... Jó. Mindig ezt hallom tőled, mindig, hogy lassú a játék. Tényleg, Red Alert ez képes... Ott ülsz, hallod, 4000 nyersanyagon ülsz, bakker. Persze, hát lassú a játék. Jó, baszki. Oké. Igen. Igen. Most már igen. Jó. Ja. Hát igen, mert izét kell csinálni, mint Overlord. Ja, jó. Oké. Ah. Jó. Ah. Overlord, igen. Igen, úgy csináltam. Milyen szobát kell küldeni? Jó. Jó, és ez melyik a másodikban, bal vagy jobb? Aha, jó.
És a gázt azt mikor rakjam le? Persze. Második bázis, ezt mikor kezdve? Azból 17 van most. Most csak rá izélt a második expert. Igen. Így kb. Jó. Our forces are under attack. Yes. Jó, csak nincs még lárván. Vasárnyú. Jó. Bárhogyan azt nem szó szerint kell venni, tehát például lehet, hogy leraksz még kettő pult, az értelemszerűen nem jó. De mondjuk, ha leraksz egy főépületet a főbázisodban, plusz láráért, az mondjuk működhet. Attól függően, és hogy ezt már is rakhatnám? Hát most... igazából annyi pénzed van, hogy igen.
nem számít, de alap esetben ez még túl korán van, de lárva érdekében. És csinálsz még egy queen például a második bázisodnál, az is egy pénzköltési forma, és nagyon jól jön például creep terjesztésnél a plusz queen. Egyébként TVZ-ben pont a 4 queen nyitás az eléggé népszerű és hatékony, úgyhogy nem baj, ha van több queened. Illetve gázt foglalhatsz még el, ugye, az még mindig nincsen. Ja. Viszont nagyon nem látok üresen járó lárvát, úgyhogy az már jó. És itt van a második, vagyis hát az első queened a második bázison. 40 energiája van, azt majd megszokott szemügyileg, hogy mit ír a sáv. Most 20 van, úgyhogy 25-nél tegyél le egy tumort, mert az nem baj, hogyha annyi kimarad a lárvából. Jó. Ami még segíthet, hogy ezt a házat, amit járőrözik a második bázisodnál, amikor elkészült a bázis, akkor elküldheted már máshova. Mert már messzire lát egy kész épület, messzebb, mint egy épülő. És ezért meg hát creepet is terjeszt, úgyhogy nem is tud lerakni épületet, meg már látod is, hogyha esetleg jön. Yeah. Úgyhogy általában, hogyha mondjuk én játszanék, és elküldeném ezt a házat innen, akkor leküldeném délre, ide a bal alsó sarokba körülbelül, és utána a shift kattintással ide a harmadik bázisa alá, tehát attól délre. Mert ugye shift-tel fel tudod sorakoztatni a parancsokat, azt tudod. Igen, igen. Tehát így lehet. És például most akkor a rócsos vizércuccost, azt is mikor építsem ki, vagy ez? Hát ez nagyban attól függ, hogy mit látsz tőle. Tehát ezért is szoktak korán 2 vagy 4 linget csinálni, attól függően, hogy mennyi torony van a pályán, és hogy ezt elfoglalni. Mm-hmm. 2 ling az mindenféleképpen jó, és felküldöd a rámpáján, megnézed, hogy milyen épületek vannak, vagy milyen egységek. Általában jó választás a roach, mert hogy pályát figyelemmel akarja tartani az ellenfél, hogyha térről beszélünk, és az olyan egységekkel történik, ami ellen jó a roach, de hogyha túl korán hozod, akkor ez nem annyira jó. Azért, hogy linget gyártsál, és nézzél szét nála, mert az információ az a legeslegfontosabb. Oké. Okay. Jól állnak a dolgozók, annyit azt látod a főépület fölött, ugye, hogy dolgozószám 26/24 igen, a külbázisa. Igen, na most hát nem csak 2, 16-18 körül már bőven jó. Úgyhogy egyszerűen a rallyt tedd át a második bázisra, és jelölj ki egy marék dolgozót a főbázison, azt küld át a másodikra. Jó. És ezt mind, például egy ilyen dolgozó átküldést, ezt úgy csináld, ezt erőltetni kell, mert úgy jössz bele, hogy kijelölöd, és utána nyomj egy F2-t, és akkor odaugrik a kamera a második bázisra, és akkor az egérrel már csak keveset kell mozogni, hogy az ásvány mezőre kattints. Energia van a Queen-en. Abba is majd valószínűleg idővel belejössz, hogy mikor kell visszanézni rájuk. Persze. Lárva visszamenjen. A queenek nincsenek csoporton, azt melegen tudom ajánlani, hogy egyesre a te esetedben. Mind a hármat. Ez bőven jó, mert ha védekezni kell, akkor mind három az jöhet. Kicsit kimarad a lárvából, de az annyira nem vészes. Meg... És most akkor lerakom valamit... De várja, a lingeket... Főházat. A lingeket nem látom. Jelenleg 4 darabot gyártsál le. Jó. Szóval legyen az a rutin, hogy amikor köpöd a lárvákat, akkor azon a csoporton maradva, ami jelenleg egyes, utána kimész a creep szélére, az nem hiszem, hogy arra egy helyet kreálsz F billentyűvel, de ha akarsz, lehet. Nagyon szabadon lehet használni. Mindegy, kimész a szélére, és azon a csoporton maradva egy C-t lenyomsz, és akkor ugyanúgy a tumort. És mivel egy csoportban van, ezért azt fogja letenni, aminek energiája van. Ha jól lárvázol, akkor nem is fog megmozdulni olyan, ami otthon van lárvázni, mert nincs elég energiája. És most szépen egyből mentek a lárvák. Hol van a 4 ling? 8 ling, jó.
Tumornál még azt próbált ki, hogy kijelölöd ezt a queen-t, most ne a csoportot, hanem a csoporton belül, aki itt elől van, lenyomod a C-t, nyomva tartod a C-t, és akkor bal kattal a creep szélén végigmész, úgyhogy kattingatsz balla. Illetve nem, bocsánat, egy queennél ez így nem megy, több queennél megy. Igen. C és shift, és utána bal katt. Igen, azok. Jó, az kell. Jó. És akkor ameddig energiája van, addig rakja a tumort. Aha. És most megyek a bázisára? Igen. Benézni. Mondjuk ez kicsit sok szétnézni, de mindegy. Majd visszahúzod őket. Szóval próbáld ki ezt a tumort felsorakoztatni itt a szélén. Itt menj végig a szélén shift C-vel. Jó. Tehát shift C. Aha, megvan, jó. És utána el is feledkezhetsz róla, mert ő csinálja a dolgát. Mhm. Értem. Jó, akkor viszont rakunk rá még egy szint, egy ilyen főházat. A legelsőhöz, mert így is 3000-en vagyok. Pedig a leglassabb fokozatom vagy. Itt lenne a legkönnyebb elkölteni a pénzt. Igen. Mégse volt olyan nagy hülyeség. Csak nagyon sok drón van és már fullan van így is a második bázis is. Hát igen, de nem költöttél még seregre, semmilyen technológiára nem költöttél, tehát... Hát igen. Érthető. Egy linket küldjél be hozzá szétnézni, mi van ott. Jó. De kövesd is, tehát... Követem. Jó. Már az jó volt, jó. Jó. Akkor a link speed az nagyon alap. Olcsó is, és kihagyhatatlan, ez kötelező. Úgyhogy ezt mindenféleképpen. Ha jó. Kedved van, és egyébként javítja a csoportok használatának a folyékonyságát, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, akkor a pult is becsoportosíthatod. Igen. Valami olyan csoportra, amit nem használsz gyakran, tehát ez esetben én egy olyan ötöst szavaznék meg, tehát úgy kicsit messzebb, és akkor amint megvan a 100 gáz, akkor nem kell hazamenned, hanem csak ötös, és mondjuk nem tudom milyen hotkey a speed, Már nem is fogom látni, mert már működik, de mindegy. Egyébként én a speedet is áttettem erre, mert az is közelebb van, mert azt hiszem az alapból nem el. Hát, szóval, és akkor mit láttál nála? Néhány egységet? Néhány egységet egyelőre, jobban nem tudtam mondani, mert szétszúzták így is egy izét. Hát az belefér, az teljesen. Itt nem szabad törődni egyébként, hogy mennyi egységet buksz. Mármint kell, de... Azért ennyire nem. Hogy egy meghal, az nem sok. Az egyáltalán nem sok. Viszont most lerakom a rócsosat, mert így is kurva sok iszik. Jó van, jó. Most nem lát. Arra figyelj egyébként, ez mind szőrszálasogatás, de hogyha ezt szokod meg, akkor hosszú távon jól jársz. Most a második épületet rakod le olyan dolgozóval, akinél nyersanyag van. Azt úgy nem jó. Hát az elpazarlódik az öt, amit cipel. Igen, igaz. És a másik, hogyha rákattintesz egy dolgozóra, ami ásványt bányászik, és rajta hagyod, akkor láthatod, hogy amikor viszi haza, akkor van egy extra gomb a második sorban. Azt látod? Uh-huh. Az a hazavitel. Hogyha gázra teszel át dolgozókat, éppen elkészülő gázra, akkor úgy csináld, az a leghatékonyabb módszere, hogy kijelölsz egy rakat dolgozót amíg bányásznak, megnyomod a shiftet, és a negyedik dolgozót, ami a kijelölésben van ott lent középen, látod? Igen. A végig kattingatsz ballal, amíg el nem tűnik, és akkor három marad. Ugye? Aha. Na, és akkor mert hármat kell beküldeni. Na most, üres gáznál nyomsz egy jobb kattot ezzel a három dolgozóval, és egyből nyomsz egy C-t. Szét. Igen. Ez azért fontos, mert akkor ami nála van a kezében, azt előbb hazaviszi. Aha. És utána megy a gázra. Ez nem csak azért fontos, mert nem pazarolja el, mert egyébként az átalakú gázát, tehát azt nem viszi haza alapból, ha nem nyomsz szét. De mivel hármat jelöltél ki, ezért legrosszabb esetben is kettőnél van ásvány, tehát egy már egyből elindul a gázra, és kettő visz haza. Tehát mire az a kettő elér a gázhoz, addigra pont üressé válik a gáz, és be tudnak menni. Na, ez egy kicsit körülményesen volt megfogalmazva, de az lényeg, hogy nagyon megéri ezt erre rászokni, hogy jobb katt és C, így küldünk dolgozót a gázra.
Jó. És akkor most elkezdem a rócsogatok rá gyártását külkeményen. Igen, de egyébként a főépület csoportodban én csak egy főépületet látok. Nem tudom, ezt lehet, várjál. Hát nem lehet, biztos, hogy nincsen benne. Tudod megcsinálni. Tehát a... Az Ctrl 0 ugyanúgy, nem a többi, vagy Shift? Nem, Shift, persze, Shift. A második bázisod az nem is volt használva eddig, most nézem. Jó, megvan. Na, és a rally pointot ilyenkor állítsál mindig, hogyha hozzáadsz egy főépületet a csoporthoz, a rally pointot azt mindig állítsd. De mind a háromnak ilyenkor. Mert most csak az e... Nem, mind a háromnak megvan, jó. Oké. Viszont hatalmas supply block, úgyhogy várunk a házakra. Jelen esetben a rallyt én a rámpa alá tenném, mert ha jön egy támadás, akkor ott lesz a legnagyobb szükség az egységekre. Tehát mondjuk azt, hogy ott fönngyülekeznek a főbázison, az nem túl hasznos. Persze drop ellen védhetnek, de ez nagyon szélsőséges eset. És akkor, hát mondjuk még mindig csak két gázon vagy, meg két bázison, tehát... Azért, hogyha gázból többet hozol, akkor több teket tudsz kihozni. Mi az? Hát az a fa, amin fejlődik a faj, az megvan, ugye nagyjából? Hogy mihez mi kell? Hát nagyjából. Tehát az a tech tree, hogy a fejlesztések milyen épületből jönnek, meg ilyenek. Hát... Asszem, nagyjából, ja. Tehát Lyre, vagy Lia, vagy mi az a főbázisnak, az a Lyre, az kell, azt tudom. Igen, de meg a, én az Evil Chamber-re gondoltam, az ugyanaz, mint SC1-ben, úgyhogy annak az ismerősnek kell lennie. Asszem, meg az is. Abból lerakhatsz kettőt általában. Kettesével hozni a fejlesztést. Azért... Úgy kell játszani, hogy rendszeresen benézel hozzá, hogy mit hoz. Most egyébként házad nincs itt, majd tudok ajánlani tutorial videót, ami pont a házakkal foglalkozik, ház elhelyezéssel, úgyhogy ez majd nagyon hasznos lesz. Az a lényeg, hogy vagy házzal, vagy linggel be kell nézni, és mindig követni kell, hogy milyen van. Mit gyárt. Mert most vakon gyártani egységeket nem túl hasznos, mert ha full légjegységre. Most a köveket csak úgy tudod leszedni, hogyha alt nyomsz, tehát megtámadni. Ezt régen, vagyis nem olyan régen patchelték valószínűleg, hogy Banelinget ne lehessen belevinni véletlenül, mert az eléggé kellemetlen lehet. Hát igen. Oké, jó. Azt is tudom legalább. Építem a többi izét is. Jó, igazából ennek annyira nincs jelentősége már itt. Tehát ez már rég meg van nyerve. Kicsit könnyű a gép, úgyhogy... Azt, igen, akkor legyen az, hogy... a rócsokat, amik megvannak. Hát, ha nagyon akarsz ölni, akkor vigyed, de utána csinálok egy olyan játékot, ami gyorsabb és nehezebb gép ellen lesz, és akkor az úgy már jó lesz. Jó. Csú, mire ezek átván szorognak leglassabb sebességen. Ó. Hallott Kubit, viszont mondhatnád még azt is, hogy amikor a lingekkel deríteni szoktál. Tudod, hogy egy ling megy oda, egy ling megy oda. És azt tudod, hogy a kontrollal szedett ki, tudod? Ja, arra is van videó. majd megmutatom, hogy hol vannak ezek összegyűjtő, és akkor meg tudod nézni. Az már nagyon akkor van, hogyha a csoportban gondolkozik. Most így jelenleg... Ja, arról csak be van a csoportosító, akkor jó. Jó. Akkor nem szóltam. Csak azt hittem, hogy ugye a... Főépület se volt, mint csoportban, hogy
hogy... De ezeket mindig csoportba rakom, ezt még a Red Alert-ből tanultam. Ja, jó. Jó, akkor majd az... Akkor ez most valami véletlen volt. Az Evil Chamber-t is nagyon jó becsoportosítani, azt tudom ajánlani. Mindkettőt egy csoportra. Uh-huh. Az is valami messzebb. Mondjuk a pool helyére is mehet igazából, hogyha nem akarsz túl sok csoportot, vagy mellé akár. Igazából nekem jó az így. Jó. 6-osra raktam amúgy. Uh-huh. Kevés lesz az a rócs. Hát de nem tudsz róla semmit, szóval azért mondod. Egyébként ezt tudod, hogy a tumor az tud további tumort lerakni? Csak mert ugye a Queen-nel ilyen szorgosan lerakod. Ja, nem tudtam. Na. Annál ugyanúgy van, mint a Queen-nél. Azzal a különbséggel, hogy úgy a leghatékonyabb, hogy Ctrl és tumorra rákattintasz, akkor az összes, ami a képernyőn van, kijelölöd. És utána Shift-C és össze-vissza kattingat. Hát nem össze-vissza kattingat, a creep széle felé kattingat. Aha. És azt hiszem úgy van, hogy a legközelebbi, nem, mindig a legtávolabbi fogja lerakni egyből. Az a lényeg, hogy kezd minél távolabbról. És hogyha még mindig van aktív tumor, ami nem tudta lerakni, mert túl nagy a távolságra próbálod lerakni, akkor mész közelebb a tumorokhoz, és akkor a hátsók is le tudják rakni a további izéket. Ennyi. Amit elfejtettem teljesen mondani, hogy a második bázist is megjelöltett helyjel, jó dolog a játék korai szakaszában már előre feltérképezni így a pályát. Második, harmadik, negyedik bázist. Igen. Meg lehet jelölni általában csoportokkal. Uh-huh. Az elején úgy sincsen sok dolgot, csak dolgozót gyártasz. Eléggé könnyű azt azért megcsinálni, hogy ugye bejelölöd a fő épületet, akkor Shift 0. Aha. Shift, tehát az lesz, hogy Shift 0, Shift F1. Utána a kamera húzás gombbal lemész második bázis, a Shift F2. A harmadik bázis az, hát azt nem mindig a legkönnyebb megállapítani, hogy melyik lesz, de ami kényelmesebb. Ezen a pályán jelen esetben, ami délre van a második bázisottól, az lenne, mert nem kell ledönteni köveket. Idáis esetben nagyon kevés a harcoló egységed még korán, és viszont neked korán kell a harmadik bázis. Tehát az lesz a harmadik, amihez nem kell egység. És mivel a kőlebontáshoz kell, ezért... Érted? Értem. Na. Még arra figyeljél, hogyha csinálsz egy ilyen belső főépületet, annak a rallia nincsen meg, a dolgozó rally. Ugye kétféle rally van. A dolgozó meg a harci, és itt van két pihenő dolgozó. Most igen. A pihenő dolgozókat például Ctrl és pihenő dolgozó gombbal ki tudod jelölni. Uh-huh. Mert most te Ctrl rákattintottál, láttam. És az nem jó, mert volt a képernyőn két gázos dolgozó is, ezért most elküldted őket ásványra. Baszkit jönnek. Tehát ezért kell kontrolltétlen dolgozó, ezt igen, erre nagyon szokja rá. Ez fontos. Vagy egyszerűen csak bedobozolod azt a kettőt, mert hogyha van lárva is közötte, a lárvát nem jelöli ki, mert az egység az prioritást élvez. Igen, viszont igen, ha a Queen az benne van, akkor az már nem jó. Vagyis hát... Végülis nem olyan nagy baj, hogy hátra küldöd a Queen-t a ásványhoz. Csak ja, értelemszerűen az annyira nem lényeges. Na jó, ennek itt. Akkor csinálok egy ugyanilyet. Csak kicsit gyorsabb az. Igen, igen, mindenféleképpen. És kicsit nehezebb ellenfél. Mindenféleképpen. Tehát... akkor úgy kezdődik a játék, ugyebár, hogy főépületre kattintás SD. Igen. Shift 0. Nem. Illetve hát mondjuk ez preferencia is, de úgy is lehet, hogy Shift 0, Shift F1. Vagy úgy, hogy főépület SD. És kijelölöd a házat, és kiküldöd a minimapet is használd egyébként. A gyorsaság érdekében, ha kiküldöd csak a pálya közepére, most ugyanezen a pályán leszünk, akkor ez bőven jó, mert még mire odaér, addigra bőven van időd jobban meghatározni, hogy hova menjen pontosan. Az enyek, hogy elinduljon, és már úton legyen. Tehát, hogyha most belépünk, akkor SD, házat kijelölöd, kiküldöd a pálya közepére,
utána kijelöld a főépületet, igen, Shift 0, utána Shift F1. Én úgy szeretem egyébként ezeket a helycsoportokat, mivel bázison használom, ezért az a fontos, hogy a bázisra bázis legyen középen, tehát mondjuk ha benyomod, hogy Shift 0 a főépület, akkor hogyha megnyomod kétszer a nullát, akkor középre teszi azt a főépületet, és utána nyomni esetleg a Shift F1-et. De ez már csak ilyen részletkérdése, mert igazából úgy is lehet élni, hogy nem pont középen van az az épület. Persze. És egyébként az első házat is be tudod csoportosítani. Én azt beszoktam, mert hogyha megtámadják, akkor sokkal könnyebb. Hogyha a korai játékban megtámadnak téged, és látod a minimappen, hogy ott elől, akkor ez nem lehet más, csak az a ház. Tehát egyből megnyomod a csoportját, és attól függően, hogy milyen terület fölött van, olyan helyre vinni, ahol nem érheti el. Aha. Ja, úgyhogy ez a menetrend. És egyébként meg ugye 9-nél hozunk házat, és körülbelül 14-ig, vagy 15-ig, végig csak 0 SD, ennyi a feladat. Jó. És SD. Oké. Okay. Úgyhogy megyünk. Ez még nem a leggyorsabb. 14-nél rakom le a spawning pool. Igen, vagy az expet. Igazából választás kérdése. Vagy mindkettő. Igen, csak nem egyszerre. De 14-nél mindkettőt, ez mondjuk igen, ez nagyon... helyes, vagy 15-nél, tehát 14-14, vagy 15-15. Uh-huh. Na nézzük. Jó, most van egy kis időd, mire összegyűlik az 50 ásvány, ilyenkor becsoportosíthatod. Most, igen, most megint van időd, úgyhogy most rendezd el a csoportokat. Aztán a házat be kéne csoportosítani, és ugye a helyet létrehozni, shift F1. Ja. Hopp, már 65-ön ülsz. Az a legeslegfontosabb, hogy időben gyárs dolgozó. Tehát mondjuk, ha félbeszakítasz egy csoport, vagy egy hely létrehozást, akkor nem érdekel, mert az a legfontosabb, hogy dolgozom. Jó, 100 jön, mindjárt jön a ház. Jó, a házat már is hova küldöd? Oda. Na, jó, igen. Egyébként ez minimapről is lehet, ezt nem kell egérrel. De várj, a dolgozót kiment, hova megy? Baszki. Az baszka autó. Igen, igen. Na, most gyorsan, második bázis, Shift F2. Amíg van időd, már nincs időd, mert már dolgozót kell gyártani. Akkor most mész, második bázis, Shift F2. Már második bázisra rakjam az expert? Nem, csak megjelölni a helyet, vagy az már megvan? Még nincs. Ja. Dolgozó, Shift dolgozó. Shift F... Várjál. Jó, ja. Tehát gyorsan még nem megy, basszus. Hát most meg gyorsabb lett, de hát ó. Na. Jó, érkezik a 200, úgyhogy vagy pool, vagy hatch. Ha Express egyébként először, akkor 200-nál küldött ki a dolgozót, mert mire odaér, 300-ad lesz. Te várjál ezt a kamerát, te hogy kezelted, mert szépen lassan felkúszott a második bázishoz. Te használd azt az F1, F2-t. Jó. Már mész is, F2, megvan a 300. Jó. Ez... Jaj, az messze van. Messze raktam le. Igen, nyomj egy escape-et. Ezért jó a rács egyébként, amit az épület köré rak. Az segít. Mindig indulj egyébként legközelebb az ásványoktól, és utána kicsit ilyen... Jó. Odébb viszed, amikor már le tudja tenni. Jó. Na most... most jó a makró, csak nem jön a pool. Úgyhogy... Jó, csak közben egy tizétet kellett csinálni, overlord az. Igen, de azt ki kellett volna hagyni, inkább poolt kellett volna hozni, de mindegy, 200-nál pool. Ásványt, azt kidobjuk az ablakon. Egyébként a második bázisnál a ház az nem járőrözik. Tehát az csak annyit lát, ahol van. Például az ásványoktól jobbra simán lerakhat valami proxit. Igen, már csinálom is. Az nem jó. Azt már most megmondhatom. Nézd meg, az ásványtól jobbra vannak szürke foltok. Azt neked látnod kell.
Tehát úgy menj, most körülbelül úgy csináld a járőrözést, hogy a bázis, az épülő bázis fölött balra és jobbra elmegy. Csináld így. Úgy. Így? Körülbelül. A jobb oldali pontot kicsit feljebb tettem volna, de mindegy, jó ez így. Az úgy jó. Majdnem jó. Jó. Majd jó, meg lesz ez majd. Na, csinálj házat, mert 21-nél vagy, és jön a pool. Tehát a queen az ugye két supply, úgyhogy az viszi. Mindegy, ja, egyből queen. És Ling. Queen és Ling. Nem jön a Queen. És Lingek, Lingek, Lingek. A második rally az megvan? Nincs meg a második rally. És nincs becsoportosítva az Exp. Na Dani, még mindig lassú játék? Hát, mármint igen, a gyártás ez kurva lassú. Olyan lassan jönnek ki ezek a rohadt drónok, mint az állat. Nekem hát, ez addig... zavar amúgy. Hát pedig így is 600-on ülsz. Bőven lenne itt tenned. Második bázisnál csinálod a Queen-t? Nem hiszem a production, nem, mert egy Queen jön. A másik rally pointot a két főépületnek, ahova a harci egységek mennek, azt állítsd be. Azt a második bázis elé, igen, körülbelül. Van. Jó. És oda Lingeket már is. Lehozol két Linget, két házat és a többi dolgozó. Jó. A második bázisról a házat már elküldheted valahova. Esetleg éjszakra, hogyha jön valami légiegység vagy drop. Mármint a víz felé úgy gondoltam, tehát annyira éjszakra, messzire, nem pont a bázis, a legközelebbi bázis felé. A minimapet használd. Arra szokjál rá, az nagyon sok jó, időt megspórolsz. Ott van a négy link, csoportosítsd be a négy linket, és szedd le azt az SCV-t. Íj, visszafutnak. Lárva, ezren ülsz, még két queen, még két ház, és még dolgozó. Az összes dolgozó mehet a második bázisra most már. Jó. És lehozol két gázt a főépületben. A főépületben? A főbázison. De ez már nagyon sok ez a nyersanyag. Ez így nem jó. Nem jön a lárva, nem jön a dolgozó. Jó, most akkor a lingjeid hol vannak? Azok menjenek előre, nézzenek szét, hogy mi történik ott az ellenfélnél. Jó. Két gáz készül, már választod ki a sok dolgozót, leválasztod az összeset, kivéve a hármat, nem nyomtál szét, mielőtt rányomtál a gázra. Innen láttam. Most van rányomva, de nem értem, hogy ez hogy kell, úgyhogy csinálom magamtól így, egyelőre. Ez a hang. Háromból kettő vitt be kristályt a gázba. 1500-on ülök, úgyhogy ez igazából... Jó, igen, tudom, de itt az elva lényeg. Jó, persze. A két queen igazából egy queen-et sincs csoporton. Nem használod azért kamera hotkey-t. Hanem az egeret felviszed föntre, és úgy viszed a kamerát, az nagyon nem hatékony. Hoppá! Na, speedet hozzál azonnal, már 100 gáznál kellett volna egyébként. Hozzá még két gázt. Még két házat, és egy rakat ling az összes többi lárvából. Creepet be kéne indítani, nagyon sok energia van a queen-eken. Legalább csoportban vannak. Ennyire kötelező ez a creep, tumor, vagy mi a szar? Igen. Amúgy. De úgy, ahogy az előzőben, tehát C és beshifteled. Úgy csinálom, persze. Csak... Valóban? És tényleg, jó, akkor igen, jó, akkor nem mindent mutat, amikor a kamera rajtad van. Jó, van, ezt megúsztad. És mennyi linget csináljak? Hát 3000-ből, amennyit ki tudsz hozni. De tartsd lenyomva a gombot, ne nyomogassál. Ja, hogy úgy is működik. Há, jó, hát én nem tudtam. Na, hát ezért vagyunk itt, hogy ezeket megtanuljuk. Aztán egy Bane Link sem ártana, ha már ennyi linget lehoztál. És ezt meg, hogy mit csinálok?
Hát az egy épület dolgozóból. Ja, az külön épület, aha. Igen. Aha, meg is van, jó. Küldjél be megint egy linket, hogy kim van-e az XP-je, második bázisa. Jó. Leraksz egy... Hát mondjuk egy főépületet 70 helyre. A pályán is. Na, az az a ház, amit kiküldtél a pálya közepére, és azóta nem foglalkoztál szegénnyel. Úgyhogy ő most ja, azért igen. Halt meg. Jó, akkor most csak lingeket gyártasz, ugye? Uh-huh. Igen. Jó, és egyből rakod is csoportra. Mert majd irányítani kell. Egy darab link csoportot nem látok. Mert így másik jó. Volt. Jó. Azt akartam mondani, hogy nem minden linget harcol, de ez így most már jó. De mit csinálsz? Az csak a move. Ezek futkároztak, ez nem jó. Figyelj, ne egységre kattints el a atakkal. Nem. Ha nem? Tilos egységre kattintani. Mi az, hogy tilos egységre? Tehát hogy támadja meg? Hát úgy, hogy ha a kattintás a pályára, akkor megtámadja az első ellenséges egységet. Ha viszont nem fér hozzá az ellenséges egységhez, mert sok ellenséges egység van, vagy mondjuk sok egységed van neked, az anélkül, hogy fizikailag nem fér hozzá, akkor másik célpontot választ. Viszont ha egységre kattintasz, akkor nem választ másik célpontot, és futkározik körbe-körbe, amíg hozzá nem fér ahhoz az egy egységhez. Érted? Aha. Tehát semmiféleképpen se kattintsál rá. Mindig csak a pályára az ő egysége mögé kattintasz. Úgyhogy A és bal kattintasz. Jó. Harmadikod, negyediked már rég jöhetne. Harmadik meg van kamerázva? Be van kamerázva a harmadik? Nincs. De nem az a harmadik. Melyik a harmadik? Hát, ideális ez... esetben az, igen. Ja? Most már ugye annyi egységed van, hogy lehet a negyedik is harmadik, mert le tudod bontani a követ, csak azért mondjuk szokjuk meg, hogy alapvetően nem jó. Lesz ennyi egységed, és a harmadik az a harmadik. Mindegy, te a negyedikre küldöd most a dolgozót, ezt ugye látod. Mindegy, küldök ide is. Jó az ott, persze, mindkettőre kiexpert, 5000-ből, amennyit nem szégyelsz. Hát igen. Teli energián van az összes queenet köbe. És hát lemegyek a kameráról, mert már... Hát na. Nem, szóval a lárvázók vannak teli energiája. Azt megpróbálhatod egyébként a hatékonyság és annak érdekében, hogy megszokd ezt, hogy periódikusan a queenekre ránézel, hogyha mondjuk két főépületed van, tehát két bázison vagy és két queened van, akkor megpróbálsz két queennel még tumort lerakni. És akkor aha, viszont költöd az energiát, és amikor már azt teszed észre, hogy nincs elég energiád erre a két dologra, akkor jöhet a többi queen. Tehát így gyártásügyileg. De amíg így felgyülemlik az energia a queeneken, nincs értelme ennyit legyártani. Persze aha. Támadnak, de alapvetően nincs értelme. Oké. Okay. Nem használod a lárvákat, tehát. Bármit, mindegy, mit gyártasz, csak gyártsál. Vagy jó. Dolgozót a harmadik negyedikedre, vagy linget és támadsz, csak jöjjön valami. Egyébként a lárvák azt hiszem 25 másodperc. Nem. 40 másodperc. Oké. Okay. Nem, én valamiért 30-ra emlékeztem, csak az túl. Nem tűnt. Szóval... nem olyan gyakori, de azért... ha sok dolgod van, akkor hamar elszáll az a 40 másodperc, úgyhogy gyakran nézél rá. Egyébként... ha nem tudom, hanggal játszol, gondolom. Hallani is, hogyha lejönnek a lárvák. Úgyhogy arra figyelhetsz. Jó. Hát nem sok hanggal, de... Uh-huh. És most éppen mit csinálsz? Várjál, rámegyek már kamerára, mert semmi nem történik. Jönnek az izék a roachok, de ugye a queenekkel teljesen megállt az most élet. Raktam le izét a... Mi a szart? Most...
mi az? Lárváztam az előbb. A tumorokat is használt creep terjesztésre. Jó. Én mindig van 7 lárvád. Supply. 3 van hátra. És most hozzá le 4 házat, vagy valamennyit. Vagy itt 5-öt hozok le. Csináltál egy darab beinninget. Csinálhatsz még bőven. Az nem kerül supply-ba. Jó. Mondjuk ez ellen annyira nem fontos, de... Ja. Majd a jövőre nézve. Annyi. Ez rengeteg nyersanyag. Be kell gyakorolni azt a 0 SD-t. Vagy 0 SE vagy Z, nem tudom, hogy mind van az Erkling most éppen. A Z van a Ling. Uh-huh. Hát nem lennék a helyedben, de mindegy, hogyha azt gyakorlod be, akkor azt gyakorlod be. A hát, rally pointok, nyomtam, a rally pointok nincsenek beállítva. Az újonnan elkészült főépületeknél. Mármint a dolgozó rally pointok. Ja, tényleg. Jó. Csinálom, csinálom. Mindig úgy, hogyha... Ugye az van, hogy épülő expert nem csoportosítasz be. Most látom, hogy egyébként sima rally sincsen az expertnél. Mert a lingek ott pihennek. Ott pihennek a lingek, innen láttam. A negyediknél. Negyedik. Azaz. Ezt lehetetlen, most raktam le amúgy az előbb. Mindegy. Szóval, amikor kijelölöd őket, és becsoportosítod shift nullával, akkor adj meg dolgozó rallit is, meg támadó egység rallit is. A minimappen. Ott a legegyszerűbb. De mindig, ha hozzáadsz főépületet, adjál meg rallit. Ez legyen egy ilyen jó beidegződés, mert így nagyon könnyű elhagyni dolgozókat. Na most nyomjál egy kontrolltétlen dolgozó azért. Még van egy. Valahol találd meg. Megvan. Jó. És nézd meg, 16/6-on vagy a fő bázison. Mindig a maximum, a jobb oldali szám alatt legyél. Aha, relatíve jó. Sokkal. Tehát a 24 azt hiszem a maximum. Vagy mennyi a maximum? 24, igen. A 16-18 az már teljesen jó. A fölé nem ennyi. Tehát hogyha mondjuk jó. Itt 60 a fő bázisodon, most már 3. Mert ugye egy mineral patch-on, akkor egy legyen. Tehát mindig körülbelül az egy harmadával kevesebb. Jó. Az úgy jó is. És akkor azt átküldöd bárhova, ahova tetszik. És akkor inkább elindulhatok már ezekkel a bailingekkel? Persze, ezt már rég megnyerted. De. Hát az biztos. Majd gyakorolni kell, még azt mondani fog ez. Igen. De azt is úgy is gyakorolhatsz, nem csak hogy lassabbra állítod a játéksebességet, hanem mondjuk, hogyha... Jé. Hanem úgy is, hogy esetleg direkt kevés dolgozót csinálsz, és megnézed, hogy úgy alacsonyan tudod-e tartani a pénzedet. Mhm. Ez még egy jó gyakorlás. Jó. Én amikor gyártok dolgokat, akkor általában, de nem mindig, az egér kurzor az a minimap fölött van, mert én mindig házzal kezdem a gyártási sort, és a minimapen pedig meg tudom adni, hogy hova menjen a ház. És így nem fognak feltömörülni, meg hát információt szolgáltatnak értelemszerűen, mert olyan helyekre küldöm, ami fontos.
Na most ez ellen milyen egység jó, szerinted? Őszintén fogalmam sincs. Hát, Ling. Mivel ez könnyű, gyors, és nem távolról támadja. Tehát a tank nem tudja lőni, úgyhogy most az összes lárvából hány főépületed van? Te kiszedted a főépület csoportot, azt hogy csináltad? Nem, ezt nem tudom ki, azt nem hát, szedtem ki pedig. Hát látom, hogy eltűnt. Hát letagadja. Hát nem, pedig itt volt az előbb az összes, nem tudom, hogy csináltam. Szerintem hát, rátettél valami egységet. És igen, és a shift helyett... A lehetetlen. Hát... Az a lényeg, hogy megszűnt, ilyet, ezt ne. És most az összes... Tehát kijelölöd 0, S és Z-re ráfekszel, az jó van. Jó. Na mennyi jön? 14 link, ennyi? 26, hát ez... Gyengusz. Hát most meg az összesből. Na, tankok jönnek, mennyi a szerez. Na, akkor már indulhatsz is azokkal a lingekkel. Egyébként a köveket a hidrákkal leszedhetnéd. Vagy csak itt közben... Most hogy vannak a csoportjaid? Egyen van minden? Jól látom? Nem. Nem, kettő a hidra? Mi? Mi van? Hogy... Ezt hogy állította be? Hát én is ezt kérdezem. Hát én is ezt kérdezem. Hát nem, zerg, ringek vannak a izén, a egyesen. És a hidrák meg a... kettesen. Jó. És akkor hármason mi van most pontosan? Mert én azt nem nagyon látom át. Én most... Ja, azon az overlordok vannak. Aha. Ők? Mármint többen? Aha. 5 darab. És az... Hát jó, végülis, ahogy gondolod. Baj nem lehet belőle mondjuk, csak lehet, hogy termelésnél, nem tudom mikor csoportosítottad be őket. Még az elején. Akkor jó. Tétlen dolgozókat rendszeresen nézed. Uh-huh. Kontroll tétlen dolgozó gomb. Hát a lárva köpés az teljesen kiment a divatból. De is köpöm folyamatosan. Hát azért a folyamatos az erős túlzás. Egyébként a, ami elő van tumorozott Queen, az mehet a valahova lárvázni. Uh-huh. Mert mondjuk friss tumorra már annyira nincsen szükség, mert ezek is tudják tovább terjeszteni, ami már nem van. Viszont lárvára elég nagy szükséged van, mert sereged nulla. A második bázis volt, ha megnézed, akkor 13 per 15 dolgozó van. Aha, igen. Csak vagy leraksz két gáz, és majd utána oda, de mindegy mit csinálsz, csak szabadulj meg tőlük, mert ott ne dolgozzon annyi. Vagy a harmadikra átküldöd őket, még az is lehet. Na most nem gyártasz semmit éppen. Aztán most küldtem át a izéket. Te nem egyszerre gyártasz az összes főépületből? Én úgy vettem észre. Jól vettem észre. És az hogy? Lehet, vagy hogy csinálod azt, hogy miért? Azt így mindig más, mindig rákattintok egyesével. Ne kérdezz, hát, hogy miért csináltam. Hát jó, mert ha már csoportban van, akkor... Igen, most vettem észre, hogyha csoportban van, akkor... Igen. Egyszerűbb benne úgy. Na, most mi történik? A szopás történik. Ajaj.
Joe kilépett, mi a fasz? Nem, csak lagolt egy kicsit. Ja. Sajnos van a netemmel, nem tudom. Új. Viszont Tudi talán még az egységfejlesztéseket elmagyarázhatnám neki, hogy a rócsokra miket lehet rárakni, a hidrákra, meg ilyeneket utára. Hát csak mivel az ugyanaz, mint test C1-ben, azért gondoltam. Azt kérdeztem, hogy megvan-e a tech nem is tudom milyen fa, családfa, nem de tudom minek nevezni. De vannak a izék, a fejlesztések már? Hát nem igazán. Hát például a rócson az összes fejlesztés rajta van már. Hát nem. Hát de hát rócs izében már nincs semmi. Hát ott nincs, igen. Na de magára az egységre nincs meg az összes. Mert a támadási, meg a védekezési fejlesztések, Evil Chamber, az semmi nincs. Tehát az dísznek... Ja, tényleg, azt nem is rájöttem, hogy raktam le valamit. Igen. Volt fáradt vagyok. Most kontrolltétlen dolgozó, amikor bemondja, hogy ezért elfogyott a gáz, akkor automatikusan kontrolltétlen dolgozó, és már küldöd valamelyik bázisra. Na most ez mind szép és jó, hogy erre így nagyon ráfekszünk. Most is mondta, hogy elfogyott a gáz. Ez tök jó, hogy így ráfekszünk erre, csak mondjuk el kéne költeni. Most relatíve jól gyűjtünk, de nem költünk. Ez viszont elég nagy gond. Ja, mindjárt ki fogok kapni, úgyhogy oly mindegy már. Ez azért az talán túlzás. Van egy olyan sérültésem. Ja, várjál, lehet, hogy... Én azt hittem, nagyobb kárt okoznak azok a... mutalisztik. Nem én támadnak, is. Nem támadnak a földi... Azzal is megkönnyítheted a dolgodat, egy egységkezelésben, hogy ahol csata van, mindig kicsivel hátrébb, közelebb a bázisodhoz rakod a főépület rallikat, és akkor oda mennek az egységek, és ha közelbe támadás van, akkor ők maguktól elkezdenek támadni. És akkor túl messze volt az a rally, és akkor azért mentek. Úgy. Hát gázod nincs, mert azt nem nagyon tettél úgy sehol, se a harmadikon, se a másodikon is, még csak most jött az egyik. Hát igen, ezeket még meg kell szoknom. Amiket a csoportokat, meg az ilyeneket. De 13 ezernél XP 70 helyre, lingeket gyártsa. Jó. Ilyenek. Most megint nem termelsz már hosszú ideje semmit. Most így, mi történik? Nincs gázom. Hát de nem is nagyon expelsz, ahogy így elnézem. Na most az bázisfoglalás jár, nem tudom, hogy mennyire van meg így a ilyen kifejezések. Ma, ha érthetetlen, akkor nyugodtan szóljál, csak ezek már eléggé... Azt értem, tudom, hogy azért. Jó. Csak mert... Ez nem tudom, mit csinál éppen. De... Szóval nem nagyon jönnek az expek, azt akartam mondani. Nem minden egységet támad. Ezért is jó csoportra tenni mindet. Igen.
De zsírt kikaptam a médiumtól. Ez már valami... Ilyen sem volt még soha. Azt sem nagyon vigasztalna, hogy 13 ezer van a bankszámládon, mert neki meg 15 ezer, úgyhogy... így is, ja. Így is, úgy is. Minden téren jobb volt. Hát ja, jó, hát persze. Jobban fialtatta a pénzét. Mint ez már is érdemes tovább játszani, mert... Igazából az érdekes rész már rég elmúlt a gyártás, meg tehát amint szerintem egy olyan 1000 fölé mész pénzben, elveszít értelmét a játék. Amint úgy nézni, vizsgálódni, tanácsot adni. Mert amíg nem tudod az alatt tartani, addig nem érdemes stratégiáról vagy bármi másról beszélni. Mert akkor az alap, a gyors kéz az, ami hiányzik, és az meg elengedhetetlen eléggé. Értem. Jó, hát mindegy, majd holnap még nyomom neki, úgyhogy... Jó van. Csoportokat, meg a helyeket gyakorold, azt. Ja, az kéne. Na, hát a AI győzelmével zárult. Ki hitte volna? Hát az... Jó, még mondjuk 40 percig húzódik, lehet megnyertem. Igen, ez... Igen. Ja igen, adok neked egy linket, amin vannak ezek. Most én nem vagyok benne biztos, hogy mi van már a YouTube-ra feltöltve. Van egy lejátszási lista ilyen témában, de ott azt hiszem kevesebb van, mint itt. Nem, a linket nézd meg, amit adtam, mert ez teljesebb. Mm-hmm. Jó, oké, akkor ezt is mondtam. Jaj. Mi van itt? Mi a baj? Semmi. Na, hát akkor jó gyakorlást, aztán... Oké, köszi szépen. Majd értekezünk. Jó, oké. Na, hát köszönöm, hogy segítettél. Nincs mit. Majd, ha kell még, akkor majd szervezünk. Oké, rendben. Na, egyébként, ja, mondjuk így, hogy csak, tehát, hogy nincs meg a kiegészítője, így lehet, hogy nehezebb lenne ellenfelet találni. De, hát mindegy, majd azt... meglátja Mr. Joe, hogy megéri-e, vagy nem. Ja, hát a kiegészítő, tudod, mondtad, hogy... Ja, értem, igen. De mindegy, gyakorlásra ez is természetesen jó, úgyhogy akkor jó pénz alacsony olyan tartást, meg mit tudom én. Köszönöm. Na, szevasztok, akkor. Hello, kicsit szedett-vedett. De lehet, hogy ettől emberközeli. Ez a jó szó, emberközeli. A Facebookon található listát linkeltem az emberünknek, ahol össze vannak gyűjtve ezek a tutorial adások, ezt is megtaláljátok a facebook.com/kuvasztv-n. Amik segíthetnek, ezek már készen videók az interneten, tehát bármikor meg lehet nézni, és azokról is van szó, amik elhangoztak itt most. Meg talán több mindenről is, vagy majd kiderül. Na hát remélem, hogy esetleg hasznos volt nektek is. Ha kérdés van, vagy kérés, akkor alapvetően a twitch.tv/kuvasz csatornán van a fő leírás, ahol mindenféle elérhetőségem megtalálható. És akkor valamilyen úton, módon el tudjátok juttatni a
dolgaitokat hozzám. Én most elköszönök, aztán jó gyakorlást meg jó javulást a játékban. Szevasztok!